Nincsen. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy tag videó lesz, mégpedig a Not a BookTube Newbie tag, ami a magyarul leginkább a nem egy BookTube újonc tagre fordítható le, amire Dominika hívott ki a Just a Bookish Soul csatornáról, amit ezúton is köszönök neki, és hát akkor csapjunk bele ebbe a tagbe. Az első kérdés, hogy milyen idős a csatorna. Én ezt a csatornát csatornán még lehet is látni, ott van a csatornáról résznél, hogy január 2-án hoztam létre, akkor regisztráltattam be magát a csatornát YouTube-ra, viszont az első videó január 6-án került ki, 2018-ban, nem idén, tavaly. Szóval 2018. január 2-án hoztam létre a csatornát, akkor vettem fel az első videómat, és 6-án szombaton, 2018. január 6-án szombaton ment ki az első videóm. Szóval körülbelül egy éves és 8 hónapos a csatorna. Oké, második kérdés. Milyen videókat csinálsz legszívesebben? Igazából az egyik videótípus, amit nagyon szívesen csinálok, azok a havi összegzéses videók, mert azokban így rendezem ugye a havi olvasásaimat, felelevenítem, hogy miket olvastam, mert vannak dolgok, amikben ilyen aranyhal memóriám van, és néha így nem is emlékszem, hogy mit olvastam egy adott hónapban, főleg, hogy egy ilyen hosszabb, eseménydúsabb hónap volt, és így elgondolkodok, hogy mit is olvastam a hónapban, és így gondolkodok, és rájövök, hogy miket olvastam, pedig így nem tudom összeegyeztetni, hogy úgy emlékszem, hogy ezt régebben olvastam, pedig nem abban a hónapban fejeztem be, és ezeket így szeretem, hogy így összegezve van mindegyik olvasásom mindegyik hónapra, és akkor kicsit beszélek a könyvekről is, elmondom a véleményemet, és ezeket szeretem is csinálni. És hát ugye így az egész éves folyamatomat, olvasásaimat így láttam végül is 12 videóban egy év alatt. Illetőleg a másik videófajták, amiket szeretek csinálni, de mondjuk nem csinálok belőlük olyan túlzottan sokat, mert hogy több időbe, munkába, meg ilyenekbe telik, tehát hogy bonyolultabb őket elkészíteni, tehát nincsen olyan túl sok a csatornán se, de az ilyen kreatívabb videóimat, azokat is nagyon szeretem megcsinálni, tehát például ott van a Harry Potter varázspálca készítős videóm, vagy a karácsonyi DIY-os videóm, vagy éppenséggel a könyveknek, akiket valaha szerettem című videóm. Ezeket be is linkelem leírásba is, meg ide föntre is szép sorjában őket, mert azokat a videókat nagyon bulis volt megcsinálni, meg úgy érdekes volt, meg úgy ez egy kicsit másabb, nem a szokásos leülök, és akkor XY könyvekről beszélek, és elmondom, hogy milyen volt, meg szerintem kiknek ajánlom, hanem kicsit másabb. Harmadik kérdés. Milyen tanácsot adnál annak, aki csatlakozni szeretne a BookTube-hoz? Szerintem a legfontosabb, hogyha valaki el akarja kezdeni a YouTube-ot, hogy ne adja fel pár videó után, tartson ki, mert ugye az elején az indulás az nehézkesebb, de utána meg amikor már beindul, akkor elkap az áramlat, és akkor már sokkal egyszerűbb csinálni a dolgokat. És szerintem még az is fontos, hogy ne is féljen az ember belekezdeni, mert hogy az olyan félelmetesnek tűnik, hogy lekerülni egy kamera elé, és el kell kezdeni a kamerának beszélni, és azt utána kiteszik a nagyvilágba, fel lesz az interneten, mindenki láthatja. És hát igazából azt a félelmet le kell küzdeni, és hogyha azon az ember túllendül, akkor szerintem már sokkal egyszerűbb ezt az egészet csinálni. Mert most már, jó, mondjuk nem, még én sem szoktam meg még mindig ezt a kamerának beszélgetek dolgot, mert ez még mindig fura, hogy egy magamban így kicsit őrültnek hangzok, hogy itt ülök a szobámban és beszélek egy kamerának, de egy idő után hozzá lehet szokni, nagyjából. Szóval ne féljetek belekezdeni, kell még több booktuber ennek a közösségnek, mert Magyarországon még egyelőre nincsenek, nem vagyunk túl sokan. A csatlakozás óta milyen előre nem látott akadályokba ütköztél? Igazából kettőbe. Az egyik az volt, hogy vannak olyan időszakok, amikor nagyon nincs ötletem, hogy milyen videókat csináljak. Tehát, hogy amikor elindultam, akkor az egész olyan simán ment, mert még ott volt egy millió lehetőség, hogy milyen videókat csinálhatok, és akkor azokat úgy tudtam csinálgatni, mert hát kitaláltam valamit, tehát például ott van a könyvek kontra filmek sorozatom, és akkor az is az három videó volt, tehát az három videó kapásban meg volt.
És hát ugye azóta lassabb a folyamat, hogy azt esetleg bővíteni tudjam, mert ugye akkor tudtam így összeszegezni az addig olvasott könyveket, meg látott filmeket, most meg így lassabban halad a dolog, de tényleg, tehát egy ez így az utóbbi néhány hónapban láttam is magamon, meg a csatorna is tapasztalta, hogy kevesebb videó ment ki, mert sok más dolog mellett ötletem sem nagyon volt, hogy mit csinálgassak, tehát, hogy egy idő után egyre nehezebb kitalálni, hogy milyen tartalmat gyártson az ember a csatornára. Aztán néha sikerül összehoznom több ötletet, és akkor van olyan, hogy összeírom az ötleteket, és ilyen 3-4, vagy akár több videó ötletet is összeírok, és akkor így hétről hétre sokkal gyorsabban és egyszerűbben fel tudom venni a videókat, mert tudom előre, hogy mit akarok, és nem két nappal azelőtt, hogy ki kéne tennem egy videót, gondolkodok azon, hogy hát jó, van kellene egy új videó, de hát mi legyen az, mert nagyon nincs ötletem. És igen, úgyhogy az egy nehézség tud lenni, amikor így hirtelen elfogynak az ötletek. A másik pedig, ami igazából annyira nem előre nem látott, mert ezzel itt tisztában voltam, hogy ezzel problémák lesznek, azok a fények. A zajokat, azokat még így elnézem, azokat már észre se veszem, de tényleg, tehát, hogy valószínűleg vannak olyan videóim, amikben a háttérben így az egész családi életet lehet hallani, de nem baj, félretesszük, mert annyira nem hallatszódik bele, annyira talán nem zavaró, én annyira nem szoktam kihallani a videókból, mondjuk én elég halkan szoktam őket hallgatni, vagy hát ilyen nagyon átlagosnál halkabban, mert én úgyis hallom, az úgy nekem pont elég, nem szeretem magamat attól hangosabban hallgatni, és hát igen, a fények. Mert az időjárás engem nem szeret, a nap engem nem szeret, és vannak lámpáink, de azokat inkább hagyjuk, tehát, hogy sokkal bonyolultabb videót fölvenni, hogyha a lámpákat használom, mert utána annyi színkorrekciót kell véghez vinnem a videónak a véglegesítéséhez, hogy hát valamelyik katasztrófa az egész, és nem tudom, valahogy nem akar kooperálni a kamera meg a lámpa, hogy ez valahogy nálunk nem jön össze. És hát szeretek jobban ugye azért természetes fénynél videózni. Na igen, de az a azt összehozni, hogy legyen fény és nagyjából csönd legyen a házban, és még legyen is ötletem, az ilyen lehetetlen küldetés, mert miért is lenne természetes fény, jó minőségű természetes fény, amikor én éppen videózni akarok. Hát most, de még most nyáron se, tehát úgy van, hogy itt ez a könyvespolt, és ez pont így ott a szoba sarkában van, itt van a falam. És ez az ablaktól legtávolabb eső sarok, és olyan délután másfél órára van esetleg normális fény, szóval abban az időpontban így meg kell találnom, hogy mikor süt be pont a nap az ablakon, és tudok videózni, de akkor is oda kell figyelni, mert hogyha felhős az idő, akkor beborul, elé megy a nap elé, és megint sötét van, úgyhogy most már megoldottam, most már oda tettem egy lámpát, ami a sarokba világít, az visszatükröződik rám, és most már végre valahol mennyire normálisak a fények, úgyhogy talán most már megoldottam őket. Mi a kedvenc könyved, könyvsorozatod, amit a BookTube miatt olvastál el? Olyan könyv, vagy sorozat, amit konkrétan a BookTube miatt olvastam el, mert azért már láttam róla videót, az igazából egy van, és nem is azt mondanám, hogy kedvenc, mert nem kedvenc, viszont mikor én ezt elolvastam, akkor úgy voltam, hogy ez egy egész jó könyv, és elolvastam a sorozatot, és igazából tetszett is, kedvenc nem lett. Azt hiszem, az egész sorozatra talán 4 csillagot adtam, ez pedig nem más, mint a Luxen sorozat, mégpedig főleg az Obsidian, ugye ez az első rész benne, Jennifer L. Armentrouttól, és ezt valamikor 2015-ben olvastam, és az Attila the Bookaholic csatornán láttam még anno, akkor, de nem is tudom, hogy az hogy működik, mert na igen, szóval ez volt az a könyv, amit konkrétan BookTube miatt olvastam el, mert igen, volt egy érdekes videó róla, és hát úgy voltam, hogy hát ez egész jól hangzik. Jó is volt, csak hát veres-pöttyös. És még mindig nem szeretjük egymást a vöröspöttyös könyvekkel annyira. Fele ilyen hosszú könyveket is elbírtam volna viselni, mert hogy a könyvek felében ugye benne vannak ezek a hosszú
romantikus jelenetek, amiket én annyira nem szeretek könyvekben. De egyébként tényleg jó sorozat, szóval ajánlani ajánlom. Ettől függetlenül, hogy én nem vagyok nagy vöröspöttyös fan. Összességében mi a kedvenced a BookTube-ban? Leginkább a könyvek. Azok nagyon. Most így összességében a teljes BookTube-ra, tehát most nem csak a magyarra koncentrálnék itt rá, hanem tényleg én azt szeretem a legjobban, hogy itt van ez a sok ember, aki csinálja a videókat és bemutat rengeteg könyvet, és leginkább azt szeretem, amikor tényleg mindenki más-más könyveket mutat be, és ezáltal az ember nagyon sok könyvet megismerhet, és akár olyan könyveket is, amiket alapból nem tudna esetleg, mert mondjuk a közvetlen környezetében annyira nem olvassák azt a könyvet, vagy nincsen annyira fölkapva, és a BookTube miatt pedig láthatja ezeket, és minél több könyv, minél több féle könyv, minél több emberhez eljuthat, ráadásul ugye nagyon sok, tehát hogy minél több ember csinálja ezeket a videókat, annál többféle vélemény van, és annál többféle olvasottságú ember. Tehát, hogy nagyon széles skálán lehet könyvajánlásokat találni így YouTube-on. Főleg, hogyha az ember megtalálja azt a videóst vagy videósokat, akik hasonló könyveket olvasnak, mint amiket ő szeret, akkor sokkal könnyebben talál új könyveket, amiket olvashatna, és ez szerintem ez tök jó a YouTube-ban. És hát egy nagyon jó kis közösséget hoz létre természetesen. Na most az utolsó két kérdéssel kicsit bajban leszek, de mindjárt megmagyarázom, hogy miért, és igen. Szóval, a hetedik kérdés az, hogy terjesszük a BookTube szeretetet, említs meg egy újoncot, legalább egy újoncot. És az a problémám itt ezzel a kérdéssel, hogy hát én olyan március vége, április eleje óta nagyon kevés YouTube-ot néztem. Kevesebbet is olvastam így magamhoz képest, most július végén, most augusztusban kezdem egyébként így fölhozni a lemaradásomat, mert mindig csak láttam, hogy mindenki tett föl új videókat, és nem volt egyszerűen időm megnézni, mert el voltam foglalva azzal, hogy tanuljak, vagy csak éppen ne kapjak ide összeroppanást, mert rástresszelek az érettségre, vagy hasonlók, szóval, hogy így utána meg nem is voltam itthon, úgyhogy YouTube-ot nézni egyáltalán nem volt időm. Láttam, hogy vannak új arcok, láttam, hogy vannak új videók, és mindig csak bepakolgattam őket a megnézendő videóim közé, de hát nem nagyon jutottam el oda, hogy meg is nézzem. Szóval most próbálom magamat felhozni, de fogalmam sincs, mi történik a BookTube-on, mert tényleg nagyon lemaradtam, és próbáltam néhány videót kitenni, hogy azért meg legyen az is. Ne haldokoljon teljes mértékben a csatorna, meg az olvasásaim se haldokoljanak annyira, de ilyen, az kicsit megviselt az elmúlt pár hónap, és vagy hát a csatornát megviselte, meg így a tájékozottságomat BookTube terén, meg könyvek terén, meg úgy minden terén. Hogy azért ez a kérdés nem maradjon meg válaszolatlan, a videó vágása közben után valamikor majd utána nézek, jobban tájékozódok, és mindenképpen linkelek majd be pár csatornát a leírásba. Mert nem akarom megválaszolatlanul hagyni ezt a kérdést. A nyolcadik kérdés pedig az, hogy taggeljek be valakit, ami szerintem majdnem, hogy nem lehetetlen, mert hát már pár hónapja azért láttam, hogy ezek a Not a BookTube New Meet tagek kerültek föl mindegyik csatornára, és szerintem majdnem mindenkit, vagy lehet, hogy már mindenkit betaggeltek ezzel a kihívással, taggel, úgyhogy nem nagyon hinném, hogy még akad olyan ember, aki ne csinálta volna ezt meg, kb. Én vagyok az utolsó, úgyhogy nem tudom, hogy van-e valaki, aki esetleg még régebb óta itt lenne, és úgy érzi, hogy már nem újonc, és szeretné megcsinálni a taget, mert az akkor érezze magát kihívva erre a tagre, de tényleg fogalmam sincs, hogy kicsit. Szerintem mindenki megcsinálta már. Na mindegy, szóval, hogyha lenne valaki, aki még nem csinálta volna meg, azt kihívom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!